Annyi előszik a fejét. És akkor kibújt. Szia! És akkor ilyenkor most már egy kicsit pihen, és akkor majd egyre jobban jön ki. Mióta foglalkozik strusz tenyésztéssel? 1997 óta, 23. éve foglalkozom strusz tenyésztéssel, és ez már annyira kifejlődött, hogy igazából nem csak tenyésztéssel, keltetéssel, csibeneveléssel, hanem felvásárlással és visszavásárlással is foglalkozom. Sőt, hús, bőr, toll, tojás kereskedelemmel is. Most egy tojáslámpázás. Ebben van strusz csibe, látszik, hogy tele van. Majd nézzünk olyat, ami még sötétebb. Látod, ez még sötétebb. Ebben még, ugye hetente rakunk be strusz tojást, és ugye ahogy egyre jobban telik a tojás, egyre jobban haladunk bele az időbe, de ez körülbelül olyan két hetes. Hogyan jött az ötlet? Úgy jött az ötlet, hogy szerettem volna olyat csinálni, ami ritka, nem sokan csinálják, viszonylag helyhez kötött, hogy nem kell annyit mozogni, mert előtte autókkal foglalkoztam, és akkor elég sokat jártam külföldre, és innen. Körülbelül mennyi madarat keltetett ki a 23 év alatt? Hát több mint 20 ezer, ettől pontosabban nem tudom meghatározni, de több mint 20 ezer, ez biztos. Hány naposak ezek a pici madarak? Ezek múlt heti kelésű csibék, ezek egyhetesek körülbelül, ez az úgynevezett bölcsöde, itt tanulnak meg enni-inni, itt vannak 2-2 és fél hétig 30 fokban, és utána mennek ki majd az úgynevezett óvodába, ahol már fix talajon vannak, egy filcszőnyegen. Ha kint is megvan a 20 fok, akkor kint is lehetnek, csak még nem ázhatnak meg. Mi ez a takarmány, amit esznek a strucc csibék? Ez kifejezetten strucc nevelőtáp, vagyis hát először indítótáp, itt indítótápot kapnak, és utána kapnak nevelőtápot. Itt ez nagyon magas fehérjetartalmú, ezek gyorsan fognak fejlődni, mert hetente fognak nőni 10 centit, úgyhogy egy hónapban 40 centit nő egy strucc csibe. Úgy látom, ez a nagymadár, ez a kakas lehet, ez eléggé nyugtalan. Igen, a fekete a strucc kakas, szürkés, barnás azok a tojók. Hát a strucc kakas az védi a területét, ugye egy ivarérett kakas, körülbelül olyan 150-200 kilós, és ott a karámon belül az úr, tiszteletbe kell tartani. Meg most ugye itt van a hátam mögött, van tojás is, és azt is védelmezi. Ugye ezt majd úgy kell kilopni, mikor nem lesz itt mellettünk. És megvan! Siker! Ugyanúgy itt van egy másik tenyésztrió, itt is úgy van, hogy egy kakas, két tojó. Nagyon jó soruk van a kakasoknak, mert így a legoptimálisabb a tojáshoz, meg a termékenység is. Azért van egy kakas, két tojó. Igazából a strucc tenyésztés hogy zajlik? Ugye kellenek hozzá tenyészcsaládok, azok ugye tolják a tojást, azt kikeltetjük, bölcsőbe megtanítjuk őket enni-inni, utána óvodába előneveljük egy hónapos korig, és akkor elviszik tőlem a hízlalók, akik fölhízlalják, körülbelül egy éves korig kell nevelni, hagyományos takarmányozással az első 3-4 hónapban strusztáp és zöld lucerna, utána már honos gabonaféléken fel lehet őket nevelni, nem esznek igazán sokat, 1 kg szemes, 1 kg szálas takarmányt esznek meg körülbelül 3 hónapos kortól, és egy éves korban én visszavásárolom, amikor körülbelül olyan 100 kg-osak, és akkor én vagy tovább értékesítem feldolgozók felé, vagy én saját magam feldolgozhatom EU-komfortos vágóhidon, ahol a hús, a bőre, tolla hasznosítható. Ennek a 99%-a a termékeknek ez külföldre megy ki, például Svájcba, Olaszországba, skandináv országokba, Angliába, Hollandia, Belgium, úgyhogy igazából Németország, nyugatra. Magyarországon ezek szerint nem elterjedt. Ha a fogyasztása nem jellemző, egy kis százaléka igen, de inkább szezonális, karácsony előtt, húsvét előtt, vagy esetleg a nagyobb rendezvényekre. Magyarországon a strucc hús fogyasztás miért nem elterjedt? A Magyarországon a strucc hús fogyasztása az inkább az ára miatt, mert körülbelül olyan 3-4 ezer forinttól indul a nemesebb színhús része, a csontos belsőség pedig olyan 2 ezer forinttól, úgyhogy igazából az ára miatt. Mennyi ideig él egy strucc? Hát igazából erre csak statisztikák vannak, én 23 éve foglalkozom strucccal, minimum 25 évig azt írják, de akár 40 évig is élhet. Érdekes, hogy afrikai állatok és itt nem fáznak Magyarországon? Nem, mert megszokják az itteni klímát, mert ugye itt fokozatosan van hideg, egyre melegebb, utána megint fokozatosan hűl a levegő és egyre hidegebb lesz. Ezt megszokja, mert Afrikában például nappal van plusz 50, éjszaka meg esetleg mínusz.
és akkor ez 1-24 alatt, itt meg ugye fokozatosan egy év alatt, úgyhogy abszolút kezelhető. Így udvarol nekünk a struckakas, mert szimpatikusak vagyunk nekik. 23 éve én már ezzel foglalkozom, ezzel a tevékenységgel, és a következő 23 évenben is ezzel fogok foglalkozni, és javaslom másoknak is, mert szerintem egy nagyon jó üzlet és befektetés is.